A csantavéri Romoda Zsóka 2 éve tartozik a cserkész közösséghez. Segíthetek a saját csapatomnak, és örömmel vezethetem a kisebb cserkészeket. Az elmúlt 1 éves munka lezárásaként a hétvégén baráti hangulatban zajlott az őrsvezetőképzés utolsó szakasza. A hétvége után 22 új vezetővel gazdagodik a szövetség. A gyerekek megkapják a képesítést, amiért meg is kell nekik dolgozni. Úgyhogy a mai napon folyik egy próbáztatás, ami majd később még folytatódik. Népi játékokkal kedveskedünk nekik, valamint a nap végét pedig lezárjuk egy közös szertartással, ahol megkapják a képesítést. Halmai Gábort, a Veszprémi Magyar Cserkész Szövetség vezetőjét vajdasági cserkész ismerősei hívták meg, hogy segítsen a képzés lebonyolításában. Fontosnak tartjuk otthon a szövetségben, hogy a külföldi Magyar Cserkész Szövetséggel, valamint a határon túli Magyar Cserkész Szövetségekkel ápoljuk a jó kapcsolatot. A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetségnél a jövő évre 48 segédőrsvezető és 8 őrsvezető jelölt jelentkezett. A szervezők elmondták, hogy még egyik évben sem volt ilyen sok érdeklődő.